Évek óta nem ettem ilyen igazi török kaját. Nagyon hiányzó. Hálihó, sziasztok! Üdv a csatornán! Ma fast food lesz. Én pedig nem a megszokott, mindenki a burgerezőkbe megy, a smashburgerezőkbe, én akartam valami kicsit mást. És nekem az egyik nagy kedvencem a török konyha. Szalamlar, hoş gelmişiz. Tantuni ümumiyyətlə nedir? Tantuni biz bu keçen ilin may ayından bu konsepti Budapeşte getirdik. Mersin, Türkiye'nin Mersin şehrine ait özel bir, autentik bir yemek növüdü, Türk yemeği növüdü. Nagyon sok török ügyfelem volt, és ráadásul volt néhánynak étterme is, úgyhogy nagyon sokat jártam hozzájuk enni. Én nagyon szeretem ezt a fajta konyhát, ezt a fajta vendéglátást, és amikor rájöttem, hogy a Lakmacunon, meg a Dunaren kívül van még egy igazi török fast food, és ez ráadásul most úgy tűnik, hogy megjelent Magyarországon, akkor úgy voltam, hogy ki akarom próbálni, és eljöttem Budapestre. Vagyok a Krúdi utca 4-ben, a Tantuni házban, és kipróbálom, hogy milyen a Tantuni, ami gyakorlatilag egy ilyen nagyon ősi történet volt, belsőségekkel korábban, tehát hogy tüdőt tettek bele, birka farok zsírral volt keverve, és azon volt megsütve hagyományosan a marhahús, vagy néha a birka. Ezzel is eltűnt, tehát a tüdő már rég kiveszett belőle, de állítólag Törökországban még az igazi tantuni mesterek, azok még a birka farok zsírját használják föl a sütéshez. Azt nem tudom, hogy itt is így van-e. Azt tippelem, hogy nem egyébként, de két fajta tantúrit próbálok ki, egy klasszikusat és egy joghurttal leöntött sumakkal fűszerezett történetet, és ráadásul mind a kettő levazmán van, ami egy ilyen vékony török lepénykenyér, gyakorlatilag szinte a tortillának felel meg, vagy ahhoz hasonló. Nézzük! Nagyon jól néz ki! Imádom az ízeiket. Annak ellenére, hogy tömény hús az egész, mégis könnyed, vagy annak tűnik. Nyilván azért, mert nagyon sok zöldet használnak, a paradicsommal, a hagymával, a fűszerekkel együtt valahogy ilyen, egy ilyen laza valami válik, sokkal jobb, mint a gyrosz. Én ebben a levaszban akarom kipróbálni, mert egyrészt ilyet még nem ettem, másrészt meg ez tűnik az olvasmányai alapján autentikusnak, úgyhogy engem ez érdekel. Ez rohadt jó. Ez gyakorlatilag ugyanúgy készült, annyi, hogy a végén elemeire bontották, egy kicsit még rápirítottak, elemeire bontották, fölvették kis csíkokra, joghurttal lett leöntve, szumák, hús még a tetejére, petrezselyem és kész. Ez még jobb, ez még jobb. Korábban ezt még Törökországban, ilyen kis mozgó kocsikon árulták. Aztán valahogy egy olyan elkezdett elterjedni, akkor maradt el belőle, nyilván azért, hogy a középréteget is, a közízlést jobban ki tudják szolgálni és megszólítani. Elhagyták belőle akkor a tüdőt, és ezekből a kicsi kocsikból, mert hogy nagyjából úgy tűnt, hogy cink mellette állni, beköltöztek apró kis tantuni házakba, például mint ez is, és ott kezdték el immár fix kőházas keretek között sütni ezt az ételt. Nagyon gyorsan kész van, nagyon finom és nyilván. Ve bununla böyle karara aldık ki artık tantuni pazara sürek ve tantuni tadını, lezzetini tüm bizim müşterilerimiz tatsın, bilsin. Burada da Türk camiası çoktu, çok da bizden istediler ki bize de tantuni lazımdı. Azerbaycanlılar çoktu, Türkler çoktu. Ve herkes bu dadı tatmak istedi. Biz de onun kömeliğinle, onların da isteğini nezere alarak bu yemeği pazara getirdik. Böyle bir küçük bir restoran açtık. Milyen érdekes, hogy gyakorlatilag csak úgy, mint az ázsiai konyhában, amikor sok íz van együtt, vagy az alapízek döntő része együtt van. Nem csak a sós, hanem a szumak ad benne egy pici savanyúságot, a joghurt úgy szintén ezt erősíti, és ezzel gyakorlatilag egy más minőségű ételt kapunk. Tehát ez nekem legalábbis ez a joghurtos tantuni levaszban, ez visz mindent. Van egy csomó mindent, tehát hogy próbálnak itt is azért alkalmazkodni valamilyen szinten a magyar vagy európai ízléshez, de nem erőszakolják meg. Igazából annyi változtatás, hogyha nem akarsz levaszban enni, hanem valami tartalmasabbra vágysz, akkor eltett zsemlében, ami inkább egy ilyen cipószerű, nem tudom micsoda, van burger változata is ennek az egésznek, de én úgy voltam, hogy ezek engem mind nem érdekelnek.
Nekem ez érdekel, az eredeti vagy az ahhoz közel álló történet, és szerintem nagyon jól döntöttem, amikor emellett döntöttem, azt hiszem, hogy zseniális. Nyilván az ember néha beleun abba, hogy mindig a saját konyhájának az ízeit tegye, és ráadásul inspirációnak sem utolsó az, amikor kipróbálunk más nemzetek konyhájából valamit, bármit, például a fast foodot. És nekem ez akkor hiteles, amikor ezt helyiek csinálják, mármint úgy helyiek, hogy ha most egy török ételt akarok enni, akkor csinálják törököt. Eljöttem ide, és senki, tehát angolul beszélnek, de senki nem beszél magyarul. Számomra ez egy olyan nyom, ami azt mutatja, hogy ez jó lesz. És úgy tudom mondani ezt, hogy én mondom, nagyon sok törökök által készített ételt ettem, hibátlan. És ezzel nem azt mondom, hogy a magyar ne csináljon töröket, mert miért ne csináljon? De hogy ha én tényleg egy házias konyhát, és nekem ez a Lieblingen mindegy, melyik nemzetnek az otthoni konyhája, de a házias konyha az, amit én keresem, meg imádok, ha azt akarom megízlelni, egy olyan ember, ez egy olyan étterembe fogok elmenni, aki tudja, hogy mit csinál, a gyerekkorlátok az ezt teszi. Ezen nőtt föl, és ez egy jó dolog. Ha tetszett a tantúni maga, mint egy régi török street food, akkor azt javaslom nektek, hogy egyrészt gyertek egy lemás, ezt lájkoljátok a videót, és ha akartok még ilyeneket, akkor noszan lehet bekövetni, és találkozunk még. Sziasztok!